Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ezt a mai szentmisét elhunyt Ilona édesanyáért ajánljuk fel, halálának harmadik évfordulóján imádkozzunk érte. Mennybe menetel ünnepéhez közeledünk, ahhoz az ünnephez, amikor majd arról fogunk megemlékezni, hogy feltámadása utáni időszak után Jézus fölment a mennybe. De ott is jó azt hallanunk, hogy az utolsó szavai is arról szólnak, hogy nem hagy magunkra bennünket, hanem velünk marad egészen a világ végezetéig. Azért, hogy tiszta szívvel fölismerhessük Jézusnak ezt a közöttünk lakását, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. És engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked, mert nagyszámú népem lakik ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy emberként párra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták. Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy a Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Emberek, ha ugyancsak valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatlának benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdés, azt intézzétek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Akvillász társaságában áthajózott Szíriában,
de előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és hajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Itt is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Az évnek ezt az időszakát, ha szabad így fogalmaznom, a búcsúzás, búcsúzkodás uralja. Nemrég voltak a középiskolás ballagások, hamarosan jön az általános iskolás ballagás időszaka, a végzős egyetemisták az utolsó megmérettetésekre készülnek, mielőtt remélhetőleg megszerzik a diplomájukat, és az egyetemet elhagyva kezdik munkájukat. A többi diák és hallgató és persze a tanárok számára is hamarosan itt a tanév vége, amikor legalábbis egy időre elbúcsúznak egymástól, iskolától. És az ilyesfajta búcsúzás az mindig is magában hordozott egy kettősséget. Valahol szomorúak a búcsúzkodók, mert mégiscsak valamilyen elválás történik. Ugyanakkor a viszontlátás vagy az előrelépés öröme is jelen van a búcsúzkodásban, még ha ezt akkor nem is vesszük észre. Ahogyan Horváth István Sándor atya fogalmazott egyszer, félünk attól, hogy talán soha többé nem találkozunk azzal, akitől elbúcsúzunk, ugyanakkor reménykedünk is, hogy hamarosan viszont látjuk őt. Aggodalommal a szívünkben tekintünk arra az időre, amikor távol van tőlünk az, akit szeretünk,
ugyanakkor örömmel várjuk azt az időt, amikor már újra együtt lehetünk vele. A másik személy jelengedése akár hosszabb, akár rövidebb útra indul, a szeretet jele. Meghagyom a szabadságát, engedem, hogy a maga útját járja, hogy teljesítse küldetését, és közben visszavárom. És a búcsúzásnak ez a kettőssége, a szomorúság és az öröm érezhető Jézus búcsúbeszédében is, amikor előrevetíti az apostoloknak, hogy mi vár rájuk, ugyanakkor egyben meg is vigasztalja őket. Mert Jézus tudja, hogy a tanítványaiban milyen érzések, milyen gondolatok vannak, és ugyanígy ismeri a mi érzéseinket, gondolatainkat is. Tudja, hogy van bennünk szomorúság, tudja, hogy van bennünk vágyakozás arra, hogy mi is találkozhassunk vele, de tudja azt is, hogy ez a szomorúság bennünk is majd örömre változik, amikor ez a találkozás megtörténik. Hiszen az örömet kell, hogy ébresszen bennünk az a hit, hogy Jézus búcsúzása, mennybe menetele, az egyben azt is jelenti, hogy ő visszatér a mennyei atyához, ahol helyet készít számunkra, és bennünket is vár. Mindezek mellett pedig megadta annak a lehetőségét, hogy itt a földi életben is megérezhessük az ő jelenlétét, hogy valamilyen módon itt is részünk lehessen a vele való találkozásban. Különösképpen is itt a Szent Misében, a Szent Áldozásban, de ugyanígy az imádságban is örömmel találkozhatunk Jézussal, még ha el is búcsúzott tanítványaitól, el is búcsúzott mi tőlünk. Adja Isten, hogy ezt az örömet minél gyakrabban fel tudjuk fedezni életünkben. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani. Imádkozzunk Szentatyánkért, Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért és apátságunkért, András püspökatyánkért, Márton apátunkért, papjainkért, szerzeteseinkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Imádkozzunk irodanővérünkért, akiért ezt a szentmisét felajánljuk, és összes elhunyt testvérünkért, hogy az örök mennyei boldogságba jussanak. Kérünk téged. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, támogass segítségeddel, hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen velete, és a te lelkete. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. És méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik,
a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal, Szent Norbert és Szent Ágoston atyáinkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és András püspökünket, a püspökök testületét, Márton apátunkat, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, köztük elhunyt Ilona édesanyját, akiért ezt a mai szentmise áldozatot felajánljuk, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. A Krisztussal feltámadtunk, mi is Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Dísd a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja.
Hát elsősorban egy meghívást szeretnék nagy szeretettel tolmácsolni minden kedves tévénéző felé, vagy azok felé is, akik az interneten követik a Rába Közi Televízió műsorát. Május 27-én, pünkös szombatján tartjuk idén kicsit rendhagyó időpontban a kegyképünknek, a Rába Közi Szerecsen szűzanyának a búcsú ünnepét. Ugye tudjuk azt, hogy hát most már mondhatjuk, hogy több száz évre visszamenő hagyomány szerint ez minden évben május utolsó vasárnapján szoktuk ünnepelni, de az idei évben május utolsó vasárnapja az pünkösd vasárnap. Mondhatnám azt, hogy talán egy picit nagyobb egyházi ünnep, mint a kegykép búcsú, és ezért is döntött úgy a közösségünk, hogy az előtte való este szombaton, tehát pünkös szombaton este 6 órakor lenne a szokásos ünnepi zarándokok számára is természetesen nyitott szentmise. És ilyenkor az is hagyomány most már az apátságban, hogy mindig olyan atyát hívunk meg, akit valamilyen formában vagy kötődünk hozzá, vagy ismer bennünket, vagy a közösségünknek a jó barátja. És ezért is gondoltuk azt az idei évben az új csornai plébános atyát, Winkler Zsolt esperes plébános atyát hívtuk meg, hogy ezt az este 6 órai búcsú szentmisét ezt ő fogja itt bemutatni pünkös szombatján, tehát május 27-én itt az apátsági templomban. A másik kiemelt ünnep pedig, ami szintén a kegykép búcsúhoz kapcsolódik, ez az úgynevezett gyermekmegáldási szertartás, amire pedig mondhatom azt is, hogy a szokott időben vasárnap délután 4 órakor fog sor kerülni itt a kegyképnél, úgyhogy ide nagy szeretettel várunk minden Rába Közi családot, akikkel hát szívesen imádkozunk együtt, köszöntjük együtt a szűzanyát, és utána a szertartás végén pedig lesz lehetőség külön részesedni ebben a gyermekmegáldási szertartásban is, családonként kérni Jóistennek és a szűzanyának a segítségét és közbenjárását a gyerekekre elsősorban, de hát természetesen az egész családra is. És hát ezeknek az ünnepségnek mondhatom azt is, hogy hát mindig kiemelt résztvevői maguk a gyerekek is, úgyhogy a búcsúi szentmisén is, szombatesti szentmisén is a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolának a diákjai fognak közreműködni az énekükkel, illetve a szentmise után egy rövid imádsággal itt a kegyképnél köszöntik a szűzanyát, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy nagyon bensőséges, meg egy szép ünnepség lesz, úgyhogy tényleg nagy szeretettel várunk mindenkit szombat este 6 órakor is a kegykép búcsúi szentmisére, illetve aztán vasárnap délután 4 órakor erre a gyermekmegáldási szertartásra. És még hát egy picit ehhez kapcsolódik, a pünkösd ünnepéhez kapcsolódik, hogy itt az apátsági templomban pünkösd hétfőn lesz a bérmálkozóink számára a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása, ezt a Márton apátúr fogja kiszolgáltatni nekük a 11 órai szentmisében. És hát bízunk benne, hogyha az időjárás megengedi, akkor ezt is folytatva ezt a hagyományt a parkban, Premontrei parkban lenne ez az ünnepi szentmise, pünkösd hétfőn 11 órakor a bérmálási szentmise. Hát reméljük, hogy a Jóisten szép időjárást ad, mert valóban hát a parki ünnepségnek van egy különös hangulata, meg egyfajta szépsége, meg hát hála Istennek többen is elférünk ott, mint itt a templomban, és az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy hát szép számban szoktunk összegyűlni, ünnepelni. Úgyhogy természetesen erre is nagy szeretettel várunk mindenkit ezen a hát ünnepekben, gazdag pünkösdi hétvégén itt az apátságban.